Csukd be az ajtót és részletesen mondja minden. Nem titkold, mert segít a kegyelmes asszony előtt. Tudom, mondd, tényleg el akarod szállítani? Ó, dehogy. A kegyelmes úr nem csinál akkor a felhagytást a cselédnél. És a kis apró végig ott volt. Azért tűnt, hogy járják közbörnél az életében. De miért nem fordult közvetlenül hozzám? Én is ezt mondtam, de úgy el volt szontyolódni, hogy el kell menni, és itt kell venni a kegyelmes asszony. Jaj, Susankám, annyira jó és annyira szép. Csak olyan tiszteletet parancsoló. Tényleg ilyen van, Susan? Aztán azt mondom, meglátta a szalagját a kezemben, és valósággal rádatette magát. A szalagom. Védtem, mint egy oroszlán. A szeme úgy ragyogott, csak az életem árnyom napod vissza, mondta. És aztán, Susan? Aztán kegyelmes azt mondom, ki tudna rám tisztetni egy olyan kisebbet. Hogy a keresztanyám így megtudja, mennyire szeretné úr. És mivel a kegyelmes asszony szokjára a szegény csemetét csokkal ideklik, hát folyton engem csokkolgatna, hát engem. Amúgy hagyjuk ezeket a valóságokat, és végül Susan, mit mondod neked az uram? Azt, hogyha nem hallgatom meg, akkor már szerintem fogja támogatni. Engem már egyáltalán nem szeret. De akkor miért ilyen féltékenyt? Én minden félkedvesen, pusztán hiúságból, túlságosan is elfényeztettem a szerelmemmel, kifárasztottam a gyengétségemmel. Ez volt az egyetlen napibám, de nem hagyom, hogy megbűvődj az őszinteségedért, hozzám is szigetőhoz. Csak ő tud segíteni rajtunk így. De jó, ha már lehet, hogy kimenek a vadászatra, Miskén kicsit a kert nézze alatt, ott olyan hőség van itt. Mert olyan képet tettük itt járkányt vette, legalább ne kerülnek folyton. Vérkedve ide a különösök. Na végre, a kegyelmes úr én mutatom a látokodnak érte, nyomában Pedrillo, és 2, 3, 4 vadász tudja. Akkor hát van időnk, akkor fogod szüzen. Hogy az én Figaro-m? Kedvesem. De végre itt vagy. A kegyelmes úr már olyan, hogy jól lehet. Most te kicsi Susanna, de a kegyelmes asszony se izgassa magát. Mert miről is van szó, egy kis semmiségről. A grófuna meghatta a mennyasszonyom, szeretne leteküdni vele, hát ez csak természetes. Természetes? Ezért kinevez engem gyors futára, hát én kis Susanna meg titkos tanácsossá, nagyon jó találtak. De mivel Susan nem fogadja el a kinevezés okmányt, ő már szerint, hogy egy támogatja a szobába érkezik. Az ember úgy szabad bosszút állni, hogy a nap tesz keresztbe, hát nem tesz keresztbe. Kérem szépen, ennyi volna. Hogy képes ilyen nyeglét beszélni? Olyasmiről, ami mindannyiunk boldogságra áll vagyunk. Nyeglé, kegyelmes asszonyom. Ahelyett, hogy átéreznéd a bajunkat. Nem elég, hogy foglalkozom vele? Mondjuk át a grófus szisztémáját. Én majd úgy beszélök eddét adtam, ami miénk. Amiatt foglalkozik majd, amíg az övé. Szép, de hogyan. Már meg is történt. Bazilio most kapott egy levelet, meg azt fogok kegyelmesen tudomására jutni, hogy ma este a vár alatt egy gálásról kezd jönni a tiszteletét. Ilyeneket hazudik egy tisztességes nő rovására? Hát kevesen vannak asszonyom, akikkel ezt már nem volna tenni. Félem, ugyanis, hogy igazat fog tudni. És legyen kedves. Hát de mondja meg őszintén, hát nem kedves időben azt azt csinálta magán. Egész este a maga mellett áll esve pedig lesz szívesebb a Susannal titáznak. Tessék, hogy megfigyel, kis rohan, hogy ez szegény tapsfél egy bajsz a vára, igazán nem is lett semmiről. És már szerintem? Az angyos elég egy utalányt. Na, de csak üzenne a grófnak a lehetszartáson. Komolyan? Na, de mi milyen komolyan? Aki nem vált vele semmi part, nem is jut sem eddig, és nem is jó semmi. Hogy az életem ezt tudom tudom? Hát azt már nem. Mert rányos Susan Robert valaki másodnak. De kire? Kerülményre! Szerutatott? Hát nem olyan biztos, szabad kezdet kapott. Ha egy kis írtikáról van, azt nyugodt ajánlát hízni. 2, 3, 4-et is egyszerre. Mi sem egyszerű, mint összekuszálni a szárakat. Hadd legyen minden nagyobb a gumot. Én politikus születtem. Pedig azt mondják, hogy ez nagyon nehéz mesterség. Na, de tedd el csak ki ebből a mesterség. Olyan maga biztos, hogy a végén még nekem is kedvet csinálhat hozzá. Hát éppen a célom. És mi a dolgunk? A kegyelmes úr nincs ide aznap. Elküldöm hozzá a kerülőt. Fésvétet meg, öltöztessék fel, én meg eldugom valahol, kiokosítom. Aztán kezdődik a tánc kegyelmes. Istenem, Susanom, hogy nézek ki, és az a fiatalember mindjárt itt lesz. Hát nem az a cél, azt mondjam, hogy kigyógyuljon a fiatalember. Nekem? Majd meglátod, hogy megmusom a fejét. Énekeltessük el vele a románcot. De nézd meg, hogy áll a hajam. Ezt a képre koncertot küldöttem, tudom, és már is jobban megy majd az a fejmosás. Mit mondod, kisasszony? Lépjen be, kapitány úr. A kegyelmes asszony fogadja. Ne szólíts így, arra emlékeztet, hogy itt kell hagynom ezt a keresztényem, aki annyira jóságos, annyira szép. Igen. Igen, a kis ártatlan azzal a két utatlan szentidájával.
gyere szépték madara, énekelj el a románcokat, kegyelmes asszonyosságot. Kit a románcokat? Tessék, tényleg, hogy elpirult a bűnös. Hát nem lángoborult az egész arca. Talán az is tilos a gyöngéd érzés? Kitállalok, mindjárt jó madara. Szóval, elénekünk? Ó, asszonyom, úgy remege. Nyap, 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 nyap. Ez a kegyelmes asszony parancsa. A szerint szerző. De majd én kísérem. Vedd be mindjárt a magára zárni az ajtót. Épp ruhákat próbálgattunk Susannel, és
kiment a szobájába, amikor meghaladtam. Az arca meg a hangja izgalomról állítódik. Ebben nincs semmi különös az égvilágon. Biztosítatom, ugyanis, hogy éppen erről beszéltünk. Szóval róla beszéltek. Az imént egy levelet nyújtak a kezemben. Nem hiszem el, hogy ami benne van, de nem hagy nyugodni. Hogyan tudok, milyen levelet? Figyelmeztetnek, hogy valaki, akiről azt hiszem távol van, megpróbálom majd a körülébe férkőzni. Bárki legyen is az a vak, mert ő ide kellene behatolnia, mert feltett szándékom, hogy egész nap ki sem mozdulok a szobámból. Ma este sem? Susan esküvőjére sem? A világ minden kicsér sem, nagyon rosszul érzem magam. Mi volt ez a zaj? Zaj? Valami feldőlt. Én semmit sem hallottam. Akkor valami jött, nagyon foglalkoztatja. Foglalkoztat? Micsoda? Ezt kérdem én is. Valaki banántal az öltözőfülkében, asszonyom. Hogyan, uram? Ki lehet napfőn szerint? Hát nem tudom, én csak most jöttem. De hát nyilván Susan az, aki válogatja a ruhát közt. Az imént azt mondta, hogy kiment a szobájába. Kiment, vagy be oda menett, ahogy oda ment. Hogyha ez valóban Susan, miért jött ennyire zavarba? Zavarba a szobalány miatt. Hogy a szobalány miatt, vagy bárki miatt, azt nem tudom, hogy zavarba jött, az biztos. Úgy hiszem, hogy inkább önjelent a zavarba a szobalány. Olyan zavarba jöttem, azt mondjam, hogy most azonnal látni akarom. Meghiszem, hogy gyakran akarja látni, de a gyanúsítása teljesen alatt. Annál könnyebb lesz eloszlatni. Susan, jöjjön ki, megparancsolom! De hisz félmeztelen, uram. Mindig így rátörni egy nányra? Hát félmeztelen, attól beszélni még csaptunk. Válaszoljon, Susan! Maga van benne? Susan, megtiltom, hogy válaszolj. Zsarnokságnak is van határa. Jó, válaszoljon. De nem válaszol, akkor megnézem én ma, akár messzelet, akár nem. Máshol azt csinálom, amit akar, de remélem, hogy nálam. Én meg azt remélem, hogy most azonnal megtudom, ki ez a rejtélyes szüzen. Látom, mi állok ére, hogy látom, micsoda, de biztos van valami, mondja, hogy benyomjuk ezt a gyönyörű kis ajtót. Hé, emberek, ne! Ide félik mi az emberei? Botrán csinálok puszta gyampia. Azt akarja, hogy az egész kastély rólunk plegykáljon? Balasszonyom, jól van. Igazam, nem is kell egyes senki más. Már is hozom én magam, ami kell. De a félreértés elkerülése véget lesz szíves feltűnés nélkül velem tartani. Mert nálam kezdődött be. Ó, majd elfelejtettem. A cselédszoba ajtaját bezárom. Így még nagyobb igazságot szolgáltatok önnek. Milyen könnyen voltunk. Most pedig lesz szíves követni engem. Ami pedig az öltözőben is Susan illeti. Maradjon, ahol van, és más majd nem is értheti, mint hogy... Felháborítunk, mert az egész...